Morvai képviselő asszonynak adok szót. Szépen, kedves képviselőtársaim, nagyon nagy öröm az, hogy 2018-at az Európai Unió az Európai Kulturális Örökség évének nyilvánította, de van valami bizarrul tragikomikus abban, hogy miközben egy vagon pénzt áldoz erre a célra, úgy dönt, hogy migránsok sokasságát tereli be az Európai Unióba, és folyamatosan gyalázza azt a néhány országot, amelyik ennek ellenáll. Nem kell senkinek magyarázni, elég sétálni itt egyet, hogy hogyan veszélyezteti Európa kulturális örökségét a tömeges migráció. Annyit mindesetre tudok ígérni a magyar emberek többsége nevében, hogy Magyarország lelkesen támogatni fogja ezt az Európai Kulturális Örökség évet, és továbbra is meg fogjuk védeni az Európai Kulturális Örökséget oly módon, hogy megvédjük határainkat, saját államunk határát és az Európai Unió határát. Köszönöm szépen!